ez itt a legújabb Kölcsita epizód, ami azért nagyon különleges, most már azt a feladatot kaptuk, hogy itthon a saját konyhánkba főzünk. Szóval ezt is fogjuk tenni. És a mai epizódban egy színes palacsintatortát fogunk csinálni. Nem jellők is készítettük a hozzávalókat, szóval mutatjuk is, hogy mi kell vele. Na, elő is kiszedtük a hozzávalókat, szóval most kezdjük is. Először is a száraz hozzávalókat öntsük össze, amit 300 g liszt, mert előre kimértük őket. Kell bele egy csomag vaníliás cukor, kell bele körülbelül egy csipet só, egy evőkanál cukor, jött a többi hozzávaló, ami 2 darab tojás lesz, jöhet bele a 4 deci tej. Olajból fél deci kéne, de mi szemmértékre fogjuk csinálni, szóval úgy körülbelül ennyi. És utolsónak pedig 5 g vaj. Miután összeöntöttük a hozzávalókat, botmixerrel összekeverjük. Szóval miután összehúzottuk ezt a tésztát, azután jöhet bele a szénsavas víz, és nem hiába színes ez a palacsinta torta, kell bele ételfestni, és mi kéket használni. Szóval ezt most bele is rakjuk. Most jön az izgalmas rész, az ételfesték, amit ízlés szerint tettek bele. Ujjjjj. Mi ezért jól már küldjük neki. Jó, aztán kék legyen. Igen, igen. Szóval össze is kevertük mindennel a palacsinta tésztát. Így is néz ki, mi belöntöttük az egész ételfestéket, mert úgy voltunk vele, hogyha kék, akkor legyen kék. És egyébként ezt nem mondtuk, de a szénsavas vízből 2 decit használtunk, mert azt mondja a recept. Szóval tésztát. És most hagyjuk állni egy ilyen fél óráig. Amíg hagyjuk állni a tésztát, addig elkezdjük bele a habos tölteléket. A habos töltelékhez kell 250 g mascarpone, vanília kivonat, de mi most vaníliás cukrot fogunk használni, meg tejszínhab, hogy jó habos legyen. Szóval most sajnos nincsen birkánk, de egy ilyen körülakukadalunk van, amivel a mascarpone-t kiszedjük. 250 g kell, szóval ennek a mascarpone-nak a fele. Az előző részben ugyanaz. Most még beleraktuk a vaníliás cukrot, egy csomaggal kell. És hát 2,5 tehát 2,5 deci tejszínhab kell bele, de mi most... De most érzéssel fogjuk, hogy jó habos lenni igazából, szóval ti is csináljátok így. Ennyi. Szóval most mi el is kevertük már a mascarpone cuccot, és ez elég kicsit olyan volt, mint a túró, és kicsit megjettünk, hogy ilyen darabos lesz, de igazából csak kevergetni kell tovább és tovább és tovább, és akkor ilyen szép lesz. Meg mi adtunk hozzá. Adtunk hozzá még egy csomag vaníliás cukrot, mert nagyon nem lehetett érezni a vaníliát, szerintem ti is tehetek így. Pillanatra elteltével kivettük a tésztát a hűtőből, és most beraktunk egy serpenyőt egy kis olajon melegedni. És a mai sztár vendégünk sajnos nem Attila, mert ő nincs itt, viszont itt vagyok Otto. Hát az a helyzet, hogy elfogyott az összes alapanyagunk a krémhez, mert nem volt elég, amit vettünk, és még fel is használtuk a másik fejét a mascarpone-nek, szóval már ez a második adag volt, amit használtunk, és az sem volt elég. Szóval most Eszter el fog menni és venni fog új hozzávalókat, mert különben nincs torta, ami meg kell. És a krémet meg kell háromszorozni, szóval. Hát vagy akár többszörözni. Eszter sikeresen visszajött a boltból, és hosszas takarítás után elkészült nekünk a palacsintatorta.
Szóval most vágjuk föl, hogy lássuk, hogy tényleg úgy néz ki, mint a videókon, vagy sem. Szóval itt is még már a zsűri asztalnál felvágtunk 250 tortából, és mi is fogjuk értékelni, meg mi is voltunk a séfek. Júj! Szóval akkor kérdjük. Nagyon finom. Ez nagyon jó lett. Hát ezt amúgy mindenképpen ti is jelentek meg otthon, mert igaz, hogy sok idő volt, de megérte. Mert ez a krém, meg a színek, meg nagyon összeillenek. Szóval lehet ilyen szivárványos is. Amúgy igen, mi is lehet akartunk, csak egyfajta ételfesték volt a boltban, szóval végül nem ilyet csináltunk. De mindenképpen csináltak meg, tök jól néz ki, finom az íze. Ilyen jó, krémes belülről. Ja, szóval hajrá! Sziasztok! Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, ami a Vardmália Alapítvány támogatásával készült. Amin keresztül ti is tudjátok támogatni a csatorna fennmaradását, illetve működését. Pár száz forintos adományokat az alábbi bankszámlaszámokon egész évben elfogadunk. Ha nem szeretnék lemaradni a legfrissebb tartalmainkról, akkor kövessetek minket Instagramon és YouTube-on, hiszen oda mindig aktívan posztolunk. YouTube-on osszátok meg a videóinkat, kommenteljetek, lájkoljatok, és remélem találkozunk majd a következő adásnál is. Addig is, sziasztok! Sziasztok!